A gyertyafényes advent első vasárnapi programjainak kezdetére teljesen megtelt az Eszterházi kastély mellett felállított színpad előtti terület. A város adventi koszorúját és a Betlehemet dr. Mail József apát plébános áldotta meg. Dr. Mail József ezt követően meggyújtotta az első adventi gyertyát, a hit gyertyáját. A vasárnap délután első fellépői a Szent István vértanú templom kórusa és a Szent István római katolikus általános iskola énekkarai voltak. A meghitt ünnepi műsort követően a Vörös Sándor általános iskola kisdiákjainak kedves, zenés-táncos produkciója következett. Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskara adventi összeállításával ünnepi hangulatot varázsolt a kastélyudvarba, majd a Bakony Integrált Szociális Intézmény Dákai Stetoszkóp színpadának karácsonyi színdarabját láthatták az érdeklődők. Ezután az Ugodi Viola Nova dalkör német és magyar nyelvű karácsonyi dalokból összeállított műsora következett. A program végén a Pápai Musical Stúdió teremtett kiváló hangulatot a kastélyudvaron. Ez az ünnep legyen utcába, hogy álmodban.
A rendezvény idején a Betlehem körül felállított faházakban kézműves termékeket vásárolhattak a programra ellátogatók, de természetesen a forró italok és az édességek sem hiányozhattak a vásár kínálatából. A gyertyafényes advent programjai december 8-án pénteken 16 órától a Kossuth utcai színpadnál folytatódnak, majd advent második vasárnapján 17 órától újra az Eszterházy kastély udvarára várnak mindenkit, a második gyertyagyújtásra és az azt követő színpadi programokra.